Az RTL Klub szerkesztőségében se süt senki szalonnát, mert be kell tartani a szabályokat. Így reagált Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője arra, hogy híradónk egyik riportere még mindig ki van tiltva a parlamentből, mert nem a kijelölt helyen kérdezett egy fideszes országgyűlési képviselőt, és ezzel a házelnök szerint megsértette a parlament rendjét. Kósa egy másik hasonlattal is élt arra, hogy be kell tartani a rendet. A moziban, ahol ő megvette a jegyet, elkezd gulyáslevest enni, és ezt egyébként csendben oda szétmeri a lézőtér, akkor kiküldik a moziból. Hó, pedig jegyet vettem. Ezt a két ember. Dolgot ezért nem lehet párhuzamba állítani. Nem, csak azt akarnám, kérdez valakitől. Nem, de várjál, de hogyha van egy rendje annak, hogy hol lehet az újságíróknak a működése. Ahogy az Európai Parlamentben is van egy rendje, hogy hol. Így van. Mert ez egy munkahely. De azt nem tartják De próbálja ki, menjen be az RTL szerkesztőségbe, ahol ön dolgozik, és rakjon ott tüzet, és kezdjen el szalonnát sütni, azt fogják mondani, hogy menjél ki. Nemrég az Emberi Jogok Európai Bírósága egy macedón ügyben azt mondta ki, nem lehet kitiltani az újságírókat egyetlen európai parlamentből sem. Az országgyűlés sajtófőnöke épp ma értesítette szerkesztőségünket arról, hogy kitiltott kollégánk Szondi Vanda csak a tavaszi ülésszak végén léphet be újra a parlamentbe. Hogy mit mondtak még az ügyről a fideszes politikusok sajtótájékoztatójukon, hosszabban is megnézhetik az RTL Híradó Facebook oldalán.